Már is itt. Érkezik a vendég. Hello. Szia. Régen a Gát utcában minden kapuhajban volt 5-10 gyerek, kiskésekkel, ilyenekkel, ott fehér embert nem láttál elmenni. Szóval hogy az olyan környék volt, amikor én még ugye gyerek voltam, és hogy én tényleg onnan jövök. Számolj csak havonta 20 millió forintot, amit keresel hatniból. Tegyük fel, 1 millió a gázsi, mész 20-at. Most mondtam egy 20 picit. 20 milliót tudsz keresni. Most egy picit mondtam. Hogy picit 20 mondtál? 20 bulit van, de ez persze akkor, hogyha top előadó vagy. De te 1 millióért mész fellépni? Én most semennyire nem megyek fellépni. Apukám, aki felnevelt, ő... Hát ő a nevelő apád. Igen, de én úgy hívom, hogy apa. Aha, és az édesapádat hogy hívod? Hát őt is. Milyen szerencsés vagy. Igen, nagyon szerencsés. És senkinek nem mondhatom már azt, hogy apa. Te meg két embernek sajnos. Is. Sajnos, igen. Mikor indult a betegséged? Mindenre azt mondom, hogy nem tudom, ez olyan szarul jön ki. De tényleg nem vágom. Mikor indult a realitink, akkor voltam a kórházban. Nem, nincs nálam a telom. Ez véletlen egy beesés, hogy pont akkor indítottátok a realityt, vagy ezt lovagoltatok meg? Nem, ez egy olyan sztori, hogy ez nagyon jó, hogy tudatosságot lát mindenki minden mögött, de ez nem ez van. De hogy azért ott keményen beszólogatsz. Hozz egy kávét, vagy A-ba verlek. De ez vicc. Ez vicc? Ez vicc. Most... A kávé része? Ez annyi szokás. Most Edina is, nem tudom, viccel velem, úgyhogy fejezben megborítalak most. Akkor tényleg Edina meg tud engem ilyen, borítani? Akkor most? Ez ilyen szójárás kettőtök. Ez viccelődés. Nem vagyunk egy fapofájú emberek. Mi szívjuk egymás vérét, oda jön, belém harap, elmegy, elszalad. Ilyen viccesen vagyunk egymásra. Nekem Edina nagyon jó barátom, mind a mellett, hogy a feleségem, a szerelmem. Én is neki. Edina az tud kommunikálni az exével. Én tudok az Edina exével kommunikálni, hogyha bármi kérdés van. Viszont a másik oldal az abszolút nem működik. Veled sem? Nem is kell egyébként, hogy működjön. De a gyerekek miatt valamilyen szinten de addig kellene működnie, igen. És addig sem. Beköltözve Hajdú Péterhez. Premier pénteken 19 órakor a Frisbee TV YouTube csatornán.